Nem változik a 15%-os személyi jövedelemadó és a 9%-os társasági adó sem a múlt héten elfogadott jövő évi költségvetési törvény alapján. Változás azonban számos helyen lesz jövő évtől. A nyugdíjasok foglalkoztatása után már nem kell majd szociális hozzájárulást fizetnie a munkáltatónak, valamint megszűnik a 25 év alattiak után járó kedvezmény és az 55 éven felüliek foglalkoztatásának támogatása. A költségvetés 4,1%-os GDP növekedéssel számol, ez meghaladja az Európai Uniós átlagot, közölte Vinnai Győző. Az országgyűlési képviselő kiemelte azt is, hogy az adóbevételek ugyanis jól teljesítenek, annak ellenére, hogy adócsökkentések voltak az elmúlt években. Mivel 2018 a családok éve, és jövőre is szeretnénk ezt az ütemet tartani, ezért a családi adókedvezmények is növekednek. Például jövőre egy kétgyermekes családnál havonta már 40 ezer forint vehető igénybe családi adókedvezményként. Ez 500 000 forint éves szinten, hogyha jól számolok, vagy közel 500 000 forint, ami szintén a gyermekek nevelését segít elő. De ami a konkrét kérdését illeti, hogy milyen területek nyertesei a költségvetésnek, az önkormányzati világ, 200 milliárddal több jut. Én azt gondolom, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is a településeknek, a falvaknak, a városoknak biztonságosan kell működni. Tehát a működési költségeket a költségvetés fedezi. Emellett fejlesztési források is rendelkezésre állnak, ezek egyrészt vagy topos források, uniós források, vagy vidékfejlesztési VP-s, úgynevezett vidékfejlesztési pályázatok forrásai. A 2019-es költségvetés alapján például 101 milliárd forinttal több forrás jut az egészségügyre, 15,3 milliárddal több az oktatásra, és mintegy 150 milliárd forinttal több jut majd a honvédelmi kiadásokra. A kafetéria rendszerváltozásairól is döntött a kormány, ennek értelmében megszűnik az adómentesség többek között a lakás célú munkáltatói támogatás esetén, és a diákhitel törlesztés megfizetéséhez adott munkáltatói támogatás esetén is. De például a sportrendezvényekre szóló belépők sem kaphatóak többi adómentesen. Az egyedüliként megmaradt adómentes béren kívüli juttatás a szépkártya, ebben az esetben a közteher is csökken. A Széchenyi pihenőkártyának, azaz a szépkártyának 3 alszámlája van. A munkáltató részére a vendéglátás alszámlára évente 150 ezer forintig, a szálláshely alszámlára 225 ezer forintig, a szabadidő alszámlára pedig 75 ezer forintig tölthet fel összeget a munkaadó. A kafetériánál viszont az az elv, amit a pénzügyminisztérium mond, hogy egy picit szűkíteni akarjuk a felhasználást, hogy ezáltal a turisztikát fejleszti, ugye a kereskedelmi éttermi szolgáltatásokat, a szállodai szolgáltatásokat, a szépkártyánál ugyanúgy igénybe vehető, tehát célzottan akarja Magyarország a turisztikát fejleszteni, hiszen minden, majdnem azt mondom, hogy minden tizedik munkahely itt van, nagyon dinamikusan fejlődik az elmúlt években a magyarországi turisztika, és ez a magyar nemzetgazdaságban meghatározó, és tovább szeretnénk fejleszteni. A jó hír azonban, hogy a munkáltató által a szépkártyára adható összeg nem csökken a következő évi költségvetés alapján.